Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy varázslatos királyság a Himalájában, Bután. Az emberek itt szegények voltak, nálunk magyaroknál mindenképpen szegényebbek, de úgy tűnik, hogy boldogabbak. A világ a csodájára járt ennek a pici kis királyságnak, ahol mindig mosolyogtak az emberek, de a király nem árulta el a titkot, nem mondta meg, hogy mi ott végül is a boldogság kulcsa. Aztán egyszer csak kinyitotta az országát, mert előtte még oda sem lehetett menni. Kinyitotta az ország kapuit, és azt mondta a külföldieknek, hogy gyertek, megtanulhatjátok a titkot, elárulom, hogy az mi a boldogság kulcsa. Úgy hívják, hogy nemzeti összboldogság. Azóta csodálkoznak a külföldiek, de mennek ebbe az országba körbenézni és tanulni. Úgyhogy tartsanak önök is ma este velem a Himalájába, ebbe az apró, kicsi, boldog királyságba. Délután 2 óra van, több mint 2000 méter magasan a Himalája egyik legeldugottabb kolostor erődjében vagyunk. Akik a lámához jönnek vendégségbe, ők itt várnak. A citromsárga, középkori várakozóterem kicsit hűvös, mert a több száz éves faépületen keresztül fúj a hideghegyi levegő. A falakon a kolostort vezető láma és a butáni király fotói. A vörös ruhás szerzetesek csendben és nyugodtan nézik, ahogy kísérőnk Ugyen selyemsál dobálást tanít nekem. A lámát ugyanis majd meghajolva és ezzel kell üdvözölni. A fehér selyemsál, mint ajándék, Butánban jó szándékot jelző barátságos gesztus. Most ön lesz a láma. Így eldobom és kész. Felajánlom a barátságomat. És el kell vennem? A láma elveszi. Akkor most megpróbálom, ügyesen. De ne tekerje túl szorosan az ujjára, mert át kell majd adnia neki. Rendben. Nem maradhat az ön kezén. Így? Pontosan. A formában. Ez az, így. És, tekerje. És aztán el kell dobnom, így illik. Igen, dobja el, de ne túl erősen, gyengéden. Hadd lebegjen. Lebegjen, jó. És aztán a kezünkre kell teríteni. Szóval meg kell hajolnom közben? Dobja, ne hajoljon meg, csak nyújtsa dobom. Előre, többet. Húzza jobbra. Erre felé. A közepére kell fognom? Így, így. Aha. Így. Hát, nem könnyű. Megpróbáljuk. Így kell átadni. A Tangó Kolostor hosszú utazásunk egyik legérdekesebb állomása volt. Nem csak a naphosszat pálmafa levelet rágcsáló halkszavú és mosolygós láma miatt, aki már majdnem 20 éve nem hagyta el ezt az épületet és nem ment le a hegyről, hanem egy 12 éves kisfiú miatt is. Ő ugyanis a lélekvándorlásban hívő butániak legnagyobb kincse, és itt él a világtól elzárva a Himalája csúcsai között. A szemüveges fiatalemberről azt tartják, hogy benne született újjá a tibeti buddhizmus több száz évvel ezelőtt elhunyt kulcsfigurája, az itteni csillagászat és naptárkészítés elindítója, megpróbálom helyesen kiejteni a nevét, Gyaltse Tenzin Rabdzsije. A lámával és az egyelőre még tinédzserkorú reinkarnálódott csillagásszal, amint épp a magyar bűvös kockát próbálja majd megoldani, nem sokára találkozhatnak, de előtte azért elmesélem, hogy miként is kerültünk ide. Bután a világ talán legzártabb országa, fél magyarországnyi terület India és Kína között, a Himalája néhol 6000 méter magas hegyei mögé rejtve. Turisták nehezen jutnak el ide, évente mindössze pár ezren. A tévések a forgatási engedélyről többnyire csak álmodni szoktak. Európából előttünk utoljára a BBC járt, annak is már több mint 3 éve, Michael Palin és stábja. Ő akkor Lóháton jött Nepál felől, mi viszont a király jóvoltából az ő saját légitársaságával érkeztünk, már ha az uralkodó két repülőjét légitársaságnak lehet nevezni. Butánban ez az egyetlen repülőtér, 20 éve építették, előtte egy sem volt. A világ számára ráadásul ez az egy sem létezik, mert csak a királyi légitársaság gépei használhatják. Az a kettő. Úgyhogy nincs nagy forgalom, mint azt láthatják is, bár ez alig ha véletlen. Bután ugyanis szándékosan távol tartja a turistákat,
Nincs rájuk szükség, vigyék a pénzüket máshová, hangoskodjanak és szemeteljenek a föld többi pontján. Ott ezt így gondolják, a buddhista Bhután csendre és nyugalomra vágyik. Ezért aztán csak a vízum, így döntött a király, napi 200 amerikai dollár, amolyan turista elrettentésként. Vagyis ha ketten mennek mondjuk 10 napra, akkor csak az országba lépéshez az engedély majdnem 500 000 forint. Ha pedig valaki kamerát is akar vinni, mint mi, akkor a forgatási engedély szerényen 40 000 amerikai dollár, több mint 8 000 000 forint. Én és munkatársaim 2 éven át alkudoztunk, barátkoztunk és leveleztünk szinte mindenkivel, aki fontos Bhutánban, míg végül ez az úr, a külföldiek beutazásáért felelős igazgató, kitartásunkat honorálva kegyesen elengedte a számunkra megfizethetetlen 8 milliós összeget, és lényegében a turista vízum áráért helyet biztosított nekünk a király gépén. Jöhettünk hát, hoztunk is neki hálából ajándékot, bár ez még nem sejemsál volt, mint a lámának, hanem magyar luttól mártogatós tintával, mert képzeljék el, ő ezt kért tőle. A falon itt is a király fotói, a lámával például, akihez nem sokára, mint ígértem, visszatérünk majd a középkori kolostor erődbe. Aztán kép az uralkodóról 4 feleségével együtt, a hölgyek egyébként testvérek, egyszerre egy napon házasodott meg velük a király. Hogy miért vett el őket mind, egy előkelő család összes lánytagját, nos, ezt azóta is homály fedi. Állítólag a legkisebb testvér tetszett neki, de az uralkodó nem akarta megbántani a nővéreket, úgyhogy őket is feleségül vette. Zöldteát ittunk egyébként, de cukor nélkül. Az ugyanis itt nem nagyon van, mert a bhutániak a cukrot a nyugatot megrontó egyik legfőbb rossznak tekintik. Mi is elhíznánk tőle, mondta a direktor, de méz sem volt, mert a gyűjtő kaptárban szerintük méztermelés közben a méhecskék túl gyorsan elpusztulnak. Ezt pedig a buddhisták ki nem állhatják. Állatkínzás vélik a méztermelésről a bhutániak, úgyhogy ebben az országban inkább nincs méz. Mint ahogy cigarettázás sem, mert az is rossz és káros, mint a cukor, vagy a méhecskék szempontjából a méztermelés. Betiltva és kész a 4 feleséget tartó király által rendeletben egyik napról a másikra. Cigarettát nem árulnak tehát, viszont amiről azt gondolja az uralkodó, hogy hasznos az országnak, a tömegmédia például, nos, az szép lassan most már jöhet. Persze mértékkel. Úgyhogy itt még csak 6 éve van tévéadás, ezzel amúgy Bhután volt az utolsó a világon, ahová elért ez a találmány. Viszont tavaly már megjelent az internet. Egyik napról a másikra megnyíltak az első internetkafék és néhány videójáték szalon is, úgyhogy most már a bhutáni gyerekek is lövöldözhetnek virtuális tankokkal. Kérdés persze, hogy ezt megbánja majd később a király. A lassú média nyitás részeként a ma esti dossziét egyébként a tervek szerint levetítik majd Bhutánban is. Ezért engedtek be minket. Szeretnék látni, hogy vajon mit mutatnak róluk egy európai országban. Egyszerűen kíváncsiak. Szerintem Bhutánt nagyon jól felkészítette a kormányzat arra, hogy most már kitegyük a külvilág hatásainak. Ezt hogy érti? Hát, hogy nem hirtelen tárult fel a világ, hanem fokozatosan. Lépésről lépésre. Az embereket először a rádióval ismertettük meg, majd pár évvel később a tévével is. Most pedig az internettel. Úgy vélem, hogy megfelelő ez az ütem. Nem kapkodunk. De a tévéről például azt hallom, hogy a nézők Bhutánban is ellustulnak. Indiai szappanoperákat bámulnak naphosszat. Állítólag kevesebbet dolgoznak, kevesebbet imádkoznak, ami itt ugye baj. Ezeket olvasom az újságokban. Önnek erről mi a véleménye?
Kétségtelen, a tévé emberekre gyakorolt óriási hatással, de hogy ez negatív vagy pozitív, azt én inkább nem dönteném el. Az ön műsora például szerintem jó célokat szolgál, észszerű programnak tűnik. Valószínűleg szívesen levetítjük majd. Úgyhogy az az álláspontunk, hogy a tévének igenis van jó oldala, mint ahogy szinte mindennek az életben. Persze a divatcsatornákat, a fehérnemű és majdnem mesztelen nőkkel és a durva boxmeccseket közvetítő sportadásokat mi nem tesszük elérhetővé műholdon. Ezek itt, hogy úgy mondjam, be vannak tiltva. Műhold csatornákat egyébként egyelőre csak a fővárosban, Timpuban lehet fogni, úgyhogy csak ott van értelme bármit is betiltani. Boxmeccset és ledér hölgyeket amúgy, ebben igaza volt a turista igazgatónak, hiába kerestem a szállodai tévénben. Indiai szappanopera viszont volt rendesen. Értem már, hogy miért beszéli egyre több bután a szomszédos India főnyelvét, a hindit. Az állami tévé ugyanis a mi szemünkkel nézve, bár az indiai szappanoperák perspektívájából is szinte őskor. Este 7 óra van, egy órával ezelőtt kezdődött itt a híradó, és általában a tévéadás, mert este 6 és 10 között van összesen csak 4 órán keresztül. Egyetlen tévécsatorna az állami bhutáni televízió, nézzék meg körül úgy, mint náluk a 70-es, 80-as években benyújtik arra a tévéképernyőre, láttam a vezetéket, szóval ez nem egy túlzottan fejlett tévézés, propaganda eszköz. Tehát ez nem arra van, hogy szórakoztassák a butániakat, hanem tájékoztassák őket a különböző kormány döntésekről, nem kell őket megrontani mindenféle attraktív dolgokkal. Bhutánt persze, önkritikát gyakorlok, nem lehet ilyen egyszerűen csak és kizárólag a mi szemünkkel nézni és megközelíteni. A tévéadásokról megjegyzéseimet még utazásunk második napján tettem, akkor még, most utólag visszagondolva, sok mindent nem értettem. Nehéz volt átállni, nem csak a távoli időzónára, hanem az ő értékrendjükre is. Viszont amikor sikerült, akkor magukkal ragadtak a bhutániak. A nyugalmuk és az önbizalmuk. Egy ország, amely, ma este majd meglátják, sok tekintetben sikerrel keresi az egyensúlyt a tradíció, a nemzeti karakter és a modern, globális világ között. Alig van szerintem ilyen hely a világon. Sok országban jártunk már, de még egyik sem vett körbe ilyen finoman, lágyan, barátságosan. Szinte lebegve tudják, ahogy a sejemsálat kell dobni. Fél évszázada a magyar forradalom évében kezdődött amúgy minden. A Himalája hegyei között elzárt utolsó, még független tibeti királyság akkor ébredt évezredes csipkerózsika álmából. Európaiak előtte ritkán fordultak meg itt, az első fényképek is csak 1905-ben készültek az országról. Az akkori bhutáni király beiktatására érkező angol expedíció vezetője fotózta őket. Bhután a 20. század második felében szó szerint a középkorból indult, és tisztelve a hagyományait, néhány évtized alatt sok tekintetben a 21. századba jutott. 50 éve itt még nem volt pénz, nem voltak betonutak, nem volt szinte semmi, csak feudális terményadórendszer. Még mindig az első bhutáni királyi család volt hatalmon, pont úgy, mintha nálunk most is az Árpád-házi királyok uralkodnának. Ezek mind a jelenlegi királyt ábrázolják? Igen. Aha. Ez az első király. Az első. Ez a mostani. A mostani. Ő a harmadik. Harmadik. Ez a harmadik. Ezek vannak. Az összes fontos király. Igen, mindegyik, aki számít. 1956 nekik is nagyon fontos dátum, mert pont ő a harmadik király, akkor került a trónra, és ő úgy döntött, hogy megszünteti a középkori Bhutánt. Előtte nem volt pénz, terményadózás volt, és hirtelen úgy döntött, hogy legyen itt bank, kitalálta, hogy legyen pénz, utakat építetett, és gyakorlatilag onnantól kezdve kezdett itt hát moderné válni az élet. Előtte szó szerint tényleg nem csak, hogy terményadózás volt, hanem ingyen munkát kellett végezni. Tehát ahogy mi elképzeljük a magyar középkort, az volt itt az éles struktúráját tekintve, ilyesmit nem voltak.
Most viszont már vannak bank, pénz és napelemek a háztetőkön, amerre csak a szem ellát. Gyönyörűen felújított évszázados épületek és kizárólag hagyományos stílusban épülő újak. Ötvözve a múlt és a jövő. Később majd elmesélem, hogy honnan volt és honnan van mindenre pénz, mert ez nekünk magyaroknak, kiváltképp most a megszorító gazdasági lépések kellős közepén, igencsak tanulságos, de előtte inkább nézzük a végeredményt. Bhutánban bármerre jártunk, a bankban, az utcákon, a hivatalokban szinte mindenki gót hordott a bhutániak hagyományos köntösét. Nem kényszerez, egyszerűen csak őrzik a tradíciókat, múlt és jövő. Vagy egy másik példa, gyerekek ezer éves templomok és buddhista szentélyek között fociznak. Itt a labdarúgás kifejezetten új sport, a tévében látták pár éve és megtetszett nekik, úgyhogy a boltokban már árulnak focilabdát. De árulnak méregdrága amerikai íjakat, üvegszálas fémnyilvesszőkkel is, mert a bhutániak nemzeti sportja az íjászat. Tradicionális ruhában, de a legkorszerűbb felszereléssel űzik múlt és jövő. Az ország hétvégenként tele van keftelésből íjászkodó férfiakkal. Mi bevásárolni megyünk, ők ki a természetbe sportolni. 200-300 méteres távolságból lőnek célba, góba öltözve titániakkal. Tradíció és modernitás. Ez egyébként az egyetlen sport, melynek nemzetközi versenyein, így az olimpián is a bhutániak részt vesznek. Képzeljék el, hogy pár évtizede még egyetlen méter aszfalt út sem volt ebben az országban, mint ahogy ugye repülőtér sem. Ma viszont már kacskaringós utak vezetnek a leglehetetlenebb hegyek közé is, állítólag átlagosan 8 másodpercenként egy kanyarra. Szóval jártuk ezt a hirtelen évszázadokat előreugró országot, és kísérőnk Ugyen elkezdett a lényegről mesélni. Arról, hogy amikor a jelenlegi király Angliában tanult, ő úgy érte, hiába lesznek az angolok évről évre egyre gazdagabbak, hiába nő az egyfőre jutó nemzeti össztermék, az angolok mégsem tűntek boldogabbnak. De mások se a nyugati féltekén az úgynevezett piacgazdaságokban. Gondoljunk csak magunkra. Mentünk a hegycsúcsokra épített kolostorok felé, ahol a buddhisták éveket meditálnak, nekem pedig eszembe jutott, hogy hát tényleg. A rendszerváltás óta statisztikailag folyamatosan fejlődik Magyarország. Évről évre nő a GDP, a reáljövedelem, a háztartások megtakarításai, és még ki tudja mi minden, amiben a közgazdászok számolnak, de őszintén, boldogabbak vagyunk, mint 15 éve. Egy pillanatra álljunk meg, és gondoljuk, tényleg végig, mert a bhutáni király megtette. Végül is mit hajszolunk? Kérdezte ő a buddhista uralkodó Angliát és a nyugatot járva. Költségvetési deficitben és inflációban számolunk, ezekben mérjük az életet, a fejlődés százalékában. Tényleg ettől leszünk mi boldogabbak, hogy nagyobb tévét vehetünk és kicsit jobb autót, de közben kétszer annyit dolgozunk és szétesik a családunk. Úgyhogy Bhutánban a nyugat túlhajszolt fogyasztásmániáját kihajították az ablakon, pontosabban nem vették át. Köszönik szépen, nem kérnek belőle. Náluk, mondta a király, ne a nemzeti össztermék növekedjen, mert az láthatóan nem visz előre, hanem a nemzeti közboldogság. Ahhoz viszont nem feltétlenül kell pénz. Kell viszont elszántság kizárni a mindent legázoló multinacionális cégeket, becsukni az ajtót a Magyarországon is áhított, úgynevezett működő tőke beáramlás előtt. De a bhutániak megtették. Hozzájuk ne jöjjenek globális láncok. Itt nincs hamburger, szénsavas üdítő, ugyanaz az íz csokiban, chipsben és joghurtban, mint Minnesotában, Kuala Lumpurban vagy éppen Budapesten. Nem kell nekik ugyanaz a bankkártya, hollywoodi film és olcsó kínai zenélő képeslap, mint ami kell mondjuk a japánoknak, perúiaknak vagy nekünk, magyaroknak. Őket, az ő boldogságukat bizony ne tegye tönkre a globális nagyvállalatok profit hajszolása és a nemzetközi valuta alap reform előírásai. Belőlük bhutániakból, mondta a király, ne csináljon senki fogyasztásmániás, bankkölcsönnel nyírható birkákat.
Úgy hangzik, ugye, mint egy forradalom. A világ, mármint a globális, amikor ezt 3 évtizede először meghallotta, egyszerűen idiótának minősítette a királyt. Féleszű buddhista bolondnak az elzárt hegyek mögül. A bhutániak most már boldogabbak, mint 10 vagy 20 éve? Szerintem igen, most több mosolygó embert látok. Egyértelműen boldogabbak. Yeshi Zimba irodájában vagyunk. Tisztaság, mértékletesség, visszafogottság, nézzenek csak körbe. Nyoma sincs a fogyasztói társadalom sznob erekjéinek. A tradicionális ruhát viselő 4 gyerekes családapa 2-szer volt már Bhután miniszterelnöke, most éppen ő az ipari miniszter. Nem bukott meg, csak itt az a szokás, hogy az amúgy takarékos, 7 tagú kormány miniszterei évente rotálják egymás között a vezetőposztot. Mindenki csak 1 évig lehet miniszterelnök, nehogy véletlenül a fejére nőjön az országnak. Szerintem ezt mi is azonnal átvehetnénk. Svájci minta egyébként, csak hogy ne nézzük teljesen őrültnek a bhutániakat. Svájcban is 7 tagú a kormány, az elnök személye pedig évente változik. Yeshi Zimba egyébként a király közvetlen jó barátja, a nemzeti összboldogság részleteinek kidolgozója. A világ sajtó, főleg az amerikai, eleinte őt is idiótának minősítette. Ez egy diszkard, régi hagyomány. Ki lehet húzni? Vagy csak... Az elmúlt 3-4 évben biztos, hogy nem húzták ki. Ó, te jó ég, beragadt. Hoppá. Remélem, megvan még a penge. Rendben. Ez egy díszkard. Lejön a feje. Nagyon régi. Üljön vissza, nagyon kérem. Nem lehet vele semmit sem kezdeni, csak ünnepségekre való. És ha ön a hivatalában van, mindig viselnie kell? Igen, ha ezt a ruhát veszem fel, akkor ez is kötelező. De miért? Ez a hagyomány, a rend. A volt miniszterelnök egyébként a világ 4 országában tanult, pár évig az Egyesült Államokban is a Wisconsini Egyetemen. Amikor onnan hazatért, az estét a királyi palotában töltötte. A király igazán különleges ember. Akkoriban még nagyon fiatal volt, 21-22 éves lehetett. Buddhista lámák tanították. Amikor leültünk vele, hogy együtt gondolkodjunk a fejlődésről, arról, hogy mi a világban a rossz irány és hogy mi a teendő, akkor azt mondta, hogy mielőtt döntene, elmegy tanulni és körbenéz. Amikor aztán Angliából hazatért, a király már sokkal bölcsebb volt és így szólt. A növekedés nagyon fontos, igen. A növekedés és a szegénység megszüntetése nélkül nem érhetünk el jobb életszínvonalat, de önmagában ez nem elegendő. Másra kell figyelnünk, az emberek boldogságára. Annak kell mindent alárendelni. De hogyan? Kérdezték a királyt az emberek, mint a mesében. És ő megmondta. Úgy kell fejlődni, hogy sose legyenek nagyugrások, hirtelen meglódulás, mert azt mindig kényszerű és kötelező megszorítás követi. Mintha csak rólunk magyarokról beszélne, ugye? Az emberek, mondta bölcsen a király, mindig elfelejtik, amit tavaly kaptak, és dühösek, ha idén valamennyit esetleg visszavesznek tőlük. Jobban élnek, mint 2 éve, mégis boldogtalanabbak. Ilyenekről írt tanulmányokat a király, csak ezeket sajnos nem olvassa senki Magyarországon. A világ viszont igen. 30 évvel az összboldogság koncepció kitalálása után ma már tudósok vizsgálják Bhutánt, az itteni környezetvédelmet, manufakturális ipart, az ingyenes oktatást és egészségügyet, hogy hogyan csinálták szinte a semmiből. Konferenciákat szerveznek világszerte a nemzeti összboldogságról. És a korábban gyenge elméjének tartott bhutáni ex-miniszterelnök díszkardjával az oldalán mosolyogva magyaráz. Főleg az amerikaiaknak, akiknek az egyetemén tanult. Vannak amerikaiak, akik boldogok, de ha veszünk 10 bhutánit és 10 amerikait, akkor a bhutániak között biztos többen lesznek boldogok. Miért? Az erős kulturális értékek, a hagyományok miatt, hogy mi nem trendeket követünk. Vagyis... Kiegyensúlyozottabb módszer a miénk. Vagyis az amerikai és nyugati megközelítés lényegében, amit most már mi is csinálunk Magyarországon, a fogyasztás hajszolása, hogy jobb autónk és nagyobb házunk legyen, ön szerint ez rossz? Igen. Boldogtalanabbak leszünk a vágyaink miatt, főleg ha nem érjük el őket? Ha az ember túlzásba viszi a vágyait, akkor az szerintem rossz. Bizonyos mértékben persze muszáj fogyasztanunk, hiszen mindenkit hajt a jobb dolgok iránti vágyakozás. De túlzásba visszük? Azt hiszem, igen. Tényleg?
Bizony. Mert önöknél nyugaton ez vált a legfontosabb dologgá. Előfordul, hogy az emberek azért nem házasodnak meg, mivel nincs idejük rá. Nincs idejük rá, hogy gyerekük legyen. Hagyják a pénzt, hogy fogyaszthassanak. Ördögi csapda. Sok ilyen emberrel találkoztam, akiknél a munka vált a legfontosabb dologgá. A pénz és a karrier. Feltételezzük, hogy New Yorkban vagyunk. Vasárnap van, az 5. sugárúton egymást érik a boltok, az utcák tele emberekkel, mindenki lögdösődik és vásárol. Ha ön ott lenne, ilyenkor mi járna a fejében? Nos, nem sok minden, hiszen én is a tömegbe tartozom, és lögdösődöm néha, amikor ott sétálok New Yorkban. Akkor én is csak egy vagyok a sok közül. Az viszont eszembe jut, hogy bár egyesek szegénynek, mások pedig gazdagnak tűnnek, vajon mit találnak, amikor hazamennek? Rendes otthon és család vár rájuk. Lehet, hogy szép házuk van, de találnak-e a házban valakit, aki törődik velük? Olyas valakit, akihez szeretet és érzelem köti őket. Végül is így jutunk el a nemzeti összboldogsághoz, a családi kapcsolatokon keresztül? Nagyon fontos. A család a legfontosabb. A családtagjainkkal megoszthatjuk az örömünket, a bánatunkat. Családosan sokkal könnyebb az élet, mint egyedül. A király egyébként tanulmányaiban a családi örömök mellett még két fontos pillérét jelölte meg az emberek boldogságának. Az egyik a nagyrészt önellátó gazdasági fejlődés, vagyis a globális, multinacionális cégek kizárása az életünkből, a másik pedig a környezetünk konzerválása, védelme és tisztasága. Az első, az önellátó gazdaság Bhután esetében azt jelenti, hogy a Himalája hegyeiből lezúduló folyókon erőműveket építettek, és az áramot a környező energiaéhes országoknak, Kínának és Indiának adják el. Ebből ma már az állami költségvetés 70%-a származik, ami egyébként, mármint a költségvetés, rendkívül visszafogott, kevés hivatalnokkal és kevés korrumpálható ügyintézővel. Viszont nem hagyták, hogy a világ nagy erőmű építői beruházzanak Bhutánban, hiába épült volna akkor föl minden sokkal gyorsabban. Nem. A bhutáni király nem árusította ki a folyókat, nem adott építési koncessziókat és hasonlókat, mert akkor egy idő után a multinacionális cégek több pénzt vittek volna el az országból, mint valaha is hoztak. A király a bhutáni embereknek akart ingyenes oktatást, nem pedig az amerikai beruházó cégek tulajdonosainak újabb villákat a Rivierán. A király állandóan azon töri a fejét, hogy hogyan lehetnének a bhutániak boldogabbak. És egyszer kitalálta, hogy hát úgy, hogyha megőriznék ilyen gyönyörűen a környezetüket, ha nem vágnák ki a fákat, mert hogyha szép a környezetünk, az jó érzéssel tölt el minket. Úgyhogy szabályt alkotott, és azt mondta, hogy Bhután alapterületének a 60%-a mindig erdőség kell, hogy legyen, gyönyörű, szép érintetlen táj. Úgyhogy ezt is teszik, nem vágják ki a fákat, csak nagyon keveset, 60% az mindig megmarad, ami azért nagyon érdekes, mert ebből rengeteg pénzt kereshetne Bhután. Ez lehetne a legfőbb kiviteli cikkük, de őket ez nem érdekli a sok pénz, amit megszerezhetnének, mert a boldogság az fontosabb. De mondok még egy példát. Itt a majdnem 3000 méter magas Podzsipka völgyben telel ez a különleges tibeti vándormadár, a fekete nyakú daru. Nehéz becserkészni, és ha megriad, kanyarodva, lassan emelkedve száll föl. Bhutánban 200-300 ilyen madár él már csak. Pár éve az egyik neki repült a villanyvezetéknek, és elpusztult. A király másnap napkollektorokat rendelt Svájcból a völgy összes házához. Aztán leszereltette a villanyvezetékeket, nehogy véletlenül egy másik madár is elpusztuljon. Így gondolkodnak itt a környezetvédelemről, miközben a nemzeti össztermékét irigyelt módon évi 10%-kal növelő szomszédos Kínában található a világ 20 legszennyezettebb városából 16. Önök hol élnének szívesebben? Még körülbelül 2 év van hátra, ha jól alakul minden, ha nem, akkor már csak az idei év. És hogy vagy? Nagyon tetszik. Igen? Igen.
A 29 éves Darabant Andrással teljesen véletlenül egy szálloda recepciójánál találkoztunk. Ilyen kicsi a világ. Valószínűleg ő az egyetlen magyar, aki Bhutánban él. Bécsben végzett az ottani agráregyetemen, és a professzora küldte ide, hogy segítsen a bhutániaknak. Azt kutatja, hogy a fákat miként lehetne úgy kivágni a Himaláján, hogy az erdő természetes úton, telepítés nélkül újra nőjön. Hiszen az a szemnek mégiscsak örömtelibb látvány, mint egy szabályos sorokban ültetett műerdő. Az ország egyharmada védett terület, de van olyan terület is, ahol erdőhasználat működik. Tehát ahol azért ki lehet vágni persze, a fákat. Persze, ez az erdőterület körülbelül 10%-ára vonatkozik majd a jövőben, most jelenleg még csak 5%-át és használják. Igazából te azt kutatod, hogy amit kivágnak, az milyen gyorsan nő újra? Részben, illetve az, hogy hogyan vágják, hogy minél gyorsabban újra nőjön, és ugyanolyan erdő kerüljön a helyére. A bhutániak, ez már szinte vicces, nem csak erdőben, hanem még közlekedési rendőrben is az eredetit és a természeteset szeretik. András mögött, nézzék csak meg, nagy karcsapásokkal irányítja egy rendőr a forgalmat. Pár éve közlekedési lámpát tettek ebbe a kereszteződésbe, de a város lakói szó szerint tüntetésben tiltakoztak az embertelen gépiesítés ellen. Úgyhogy a nemzeti összboldogság országában leszerelték a szemafort, és visszajött a rendőr. Amikor hazamész Magyarországra... Akkor azt kérdezik, hogy Bhután, propán? Vagy... Propán, igen. Sejtik egyáltalán, hogy melyik kontinensen van? Hát... Szerintem nem. Aki nem tud róla, az nem tudja. És mit mondasz te nekik erről az országról? Hogy ez egy milyen ország? Tehát amikor azt látod a szemben, hogy van fél percük, hogy elmagyarázd. Hát egy... Ugye mi szemünkkel nézve furcsa hely, és nagyon egyedi. Egy olyan hely, ahol még úgy rendben van a világ viszonylagosan, azt nagyon röviden összefoglalva. Boldogok ők? Igen. Én szerintem igen, annak ellenére, hogy az emberek többségének ugye a mi szemünkkel nézve semmilyen nincsen, semmiük nincsen, de boldogok. És hogy mennyire boldogok, azzal kapcsolatban hadd mutassak önöknek egy táblázatot. Tudnék, minden évben készül egy nemzetközi felmérés, az a neve, hogy a boldogság platója. Minden országnak helye van rajta, aszerint rendezik őket el, hogy a gazdasági helyzet, tehát az egyfőre jutó nemzeti jövedelem, és az emberek boldogságérzete az hogy függ össze. Tehát, hogy vannak-e olyan országok, ahol az emberek boldogabbnak érzik magukat, mint a gazdasági helyzetük alapján lehetne, és fordítva. Hát jelentem, hogy a dél-amerikai emberek a legboldogabbak, sokkal boldogabbak, mint a pénztárcájuk szerint kellene nekik. Az európaiak közül az írek, az izlandiak, a dánok és a svájciak igazán boldogok. Aztán például a nagyon sokat dolgozó németek, vagy a mindenem problémázó franciák, ők már erősen a középmezőnyben vannak. A magyarok legalábbis ez a felmérés szerint, a boldogság plató szerint sokkal szomorúbbak, sokkal boldogtalanabbnak érzik magukat, mint amennyire érezhetnénk magunkat a pénztárcánk. Alapján általában is egyébként azt mutatja ez a boldogság plató, hogy ez az alsó régió, ezek a kelet-európai országok, Kelet-Európa volt kommunista régió, ma a világ legszomorúbb, legboldogtalanabb vidéke. Alattunk nem sokkal, tehát mi megelőzzük, van Románia, Bulgária és Albánia. Képzeljék el, hogy az ugandaiak Afrikában pedig azért az nem egy rózsás vidék. Ők is boldogabbak, mint mi magyarok. Kelet-Európából a horvátok, a szlovénok és a csehek járnak előttünk. A helyszín újra az a kolostorerőd a Himaláján 2000 méter magasan, ahol a ma esti műsor kezdődött. Hosszú gyalogos út vezetett idáig. Kísérőnk Ugyen a kapu előtt széles fehér sálat terített hagyományos köntösére, mert ide ő, a buddhista, csak ebben léphetett be. Én pedig, amerre az óramutató jár, és ahogy azt a vendégeknek is illik, megforgattam a kapuban álló imamalmot. Aztán bementünk. A kapun belül lenyűgöző épület várt minket, fából faragva, színesre festve. 12. században építették, akkor volt a kicsi alapja meg, és utána a 15. században, és azóta ilyen 500 év óta.
A sárga várószobában, emlékeznek, Mugien először megtanította az ajándék selyemsál átadására. Aztán, még mielőtt a lámához bebocsátást nyertünk volna, tibeti szokás szerint hántolatlan pirított rizst és vajból főzött teát kaptunk. Ez pirított rizs, ez pedig a tibeti tea. Ezt vajból főzik, és sós. És azt szokták mondani, hogy aki megkóstolja, azzal a tudattal kóstolja meg, hogy nem levest iszik, hanem teát. Leves. Sós leves. De nem rossz egyébként. It's elég zsíros. Igen, az. A vaj miatt gondolom. Bizony. A teázás után hirtelen átléptünk térben és időben egy másik világba. Mintha filmben lettem volna, úgy éreztem magam. A láma a kolostor egyik sarokszobájában lakik, súlyos selyemfüggönyök mögött, mert a félhomályt szereti. Fiatal ember, cipőt persze nem hord, így hát mi is levettük. Meglepett, mert ő is ajándék selyemsállal készült, és hát persze, hogy az átadás sokkal jobban ment neki. A sarokban, nézzék, rengeteg könyv, a földön pedig telefon. A borítékban pénzt hoztam a lámának, abból vesz majd rizst a szerzeteseknek. Még ma is emlékszem a szobregőjének savanykás illatára, szinte marta az orromat. A szőnyegre mi azt mondanánk, hogy piszkos, de mindez akkor mégsem zavart. Főleg, mert a láma szinte suttogva olyan halkan beszélt, hogy azonnal rá kellett figyelni teljes intenzitással. Azt hiszem ez volt a titka, a csend és a belőle áradó nyugalom. Pár másodperc elég volt neki ahhoz, hogy mosolyogva a kókuszpálmára hasonlító növényt, a domát rágcsálva, maga felé vonzon mindenkit. Egyszerűen figyelni kellett rá. Kommunikációs zseni, mondanánk mi. Buddhista láma, mondják ők. Ami ebben az országban történik, arra érdemes lenne odafigyelnie a világnak. Pici hely vagyunk, tudom. Nincs hadseregünk, olajkészleteink, nincsenek aranytartalékaink. Nincs semmink, ami az önök értékrendje szerint fontos. Viszont szabad a lelkünk. Tudják önök, hogy milyen az szabad lélekkel élni? Biztos boldogabbak vagyunk, mint a nyugati emberek. Bár hozzájuk képest, tudom, hogy szinte semmink sincs. A buddhizmusnak melyik az az eleme, amit ön szerint nekünk, európaiaknak is érdemes lenne megtanulnunk? Ha lehet ilyet kérdeznem, mi a boldogság titka? Hogy mi a titok? Hát ez jó. Tudja, önök szerintem azért nem igazán boldogok, mert téves vágyaik és álmaik vannak. Mindig többet akarnak, bármit is érnek el. Nagyobbat, szebbet, drágábbat. Ez illúzió. Ezt kellene megérteniük, hogy illúziókat kergetnek. Közben pedig szenvednek, egymással küzdenek és harcolnak, ahelyett, hogy visszafognák a túlzott vágyaikat. Mértékletesség, visszafogottság és sok kompromisszum. A boldogság a fejünkben születik, ez a titok. Tseruk Dorgi, mert ez volt a láma neve, a beszélgetés végén megengedte, hogy meglátogassuk a kolostor szentélyben imádkozó 12 éves reinkarnációt. A szemüveges kisfiú a tibeti buddhizmus újjászületett csillagásza. Az egykori tudós lelke állítólag 1830 óta keringett, akkor halt meg ugyanis eddigi utolsó, hetedik reinkarnációja. Most viszont végre megint átvándorolt egy emberi testbe, ebbe a kisfiúba, és hát ez nagy szerencse. Bhutánban örömünnep volt, amikor pár éve megtalálták. A kisfiú több mint 80 számára elvileg ismeretlen tárgy közül választotta ki a középkori tibeti csillagász dolgait. Ezek az enyémek, mondta rájuk mutatva. Így hát, ezt hiszik a buddhisták, ő az biztosan.
Amúgy illik ilyenkor elé járulni áldásra, de befogott szájjal, nehogy véletlenül rálehelyjünk. És persze illik pénzt is adni neki. Gondoltam, ha már eljutottunk hozzá, az imádkozás végeztével néhány órával később odaadom neki a Budapestről hozott ajándékot, egy bűvös kockát. Mégiscsak kisfiú, hát ha szeret játszani. És hát lélekvándorlás ide vagy oda, szeret. Nézd csak, ezt a két sort feltekerjük, aztán ezt felteszed ide, ez meg trükkösen visszajön. A láma kolostorok felé tartva egyébként úgy éreztem, mintha az Alpokban járnék. Nem hiába tartják Butánt Ázsia Svájcának. Itt is, nézzék csak meg, úgy, mint Svájcban, a hegyeken szétszoródva megközelíthetetlenek tűnő pontokon élnek a parasztok, és ők is, mint a vidéki svájciak, hatalmas házakban laknak, annyi különbséggel, hogy a butániak még mindig a földszinten tartják az állataikat. Ázsiában ezek a házméretek tényleg megdöbbentőek. Bárkinél is jártunk, kézi imamalmot pörgető idős emberekkel szinte minden családban találkoztunk. A fémhengerben vallásos szövegek vannak feltekercselve, és minden egyes fordulat újabb ima elmondását jelenti. Gépiesített buddhizmus, főleg megfáradt öreg szerzeteseknek. Őket életük alkonyán a rokonok mindig visszafogadják a családba, amikor fájos lábbal többé már nem tudnak felmenni a hegycsúcsokon álló kolostorokba. Butánban ilyen a nyugdíjrendszer. A lakosság nagy része amúgy önfenntartó, szinte mindent megtermelnek saját maguknak. A modernkori szükségleteket pedig, az áramot, iskolát, kórházi ellátást, tulajdonképpen mindent ingyen megkapnak az államtól, pontosabban, hogy ők hiszik, a királytól. Ott is van a képe minden falon. Tudja, a király figyel ránk, gondoskodik a szegény emberekről. Mindent ad, ami nekünk nincs. Áramot például. Hát miért ne szeretnénk? A gyerekeinket iskolába járatja. Az nagyon jó dolog. Olyan ő nekünk, mintha az Istenünk lenne. Ezért tartjuk a fotóját ott fönn. Vagyis önök úgy kapnak áramot, hogy nem kell fizetniük érte? Nem kell, nem. Az áram ingyen van? Teljesen ingyen építik ki a vezetéket a házig. A felhasznált áramért azért jelképesen fizetni kell valamennyit, de tényleg nagyon keveset. És a tanulás? Az iskola is ingyenes. Meg az orvosi ellátás, a gyógyszerek is. Az is ingyenes? A gyógyszer? Azt is a király fizeti? Igen, meg hát a kormány. Ezért tiszteli, gondolom, a királyt. Igen, ezért. Azt csak lábjegyzetben teszem hozzá, hogy nem tudom, feltűnt-e önöknek, de ez a parasztember a világ végi Butánban jobban beszél angolul, mint jó néhány parlamentbe delegált magyar politikus. Ugye? Bután egyébként tényleg sok mindenben hasonlít Svájcra. Itt is finom, manufakturális dolgokat gyártanak. De hát mit is tehetnének a tömegtermelő Kína és India harapófogójában? Különleges szőnyegeket készítenek például, és ritkaság számba menő bélyegeket. Hát akik bélyeggyűjtők, azok tudják, hogy ezek egyszerűen rettenetesen különleges bélyegek. Háromdimenziósok, hologram. Volt olyan is, az most már elfogyott, ami pici kis CD volt, és lemez volt, tehát gyakorlatilag zene volt rajta. A bélyeggyűjtők számára állítólag az egyik legkülönlegesebb nyomtatvány a butáni királyi posta futball VB sorozata. Ezen mi magyarok is rajta vagyunk, az aranycsapatnak ugyanis külön bélyeg járt a fájó emlékű 54-es VB döntő emlékére. Képzeljék, ez a kanadai házaspár csak azért jött Butánba, hogy Timpuban a postán bélyegeket vásároljanak. Nem olcsó mulatság. Nagyon színesek és ötletesek itt a bélyegek, de persze nem Butánban nyomják őket, hanem a Kessner ház valamelyik nyomdájában, mint ahogy a legtöbb világszínvonalú bélyeget. Vagyis hol? Ezeket a londoni központtal csináltatják. Melyik Kessner nyomdával dolgoznak? Hol nyomják ezeket? Szingapurban és Maláziában. Szingapurban és Maláziában, tehát nem itt Butánban? Nem. A gyűjtőknek szánt bélyegeket sokszor nem a saját országukban készítik. Pont ez a lényeg.
Az az igazság, hogy a nemzeti összboldogság koncepciónak annyi érdekes leágazása van, hogy egyetlen műsorban szinte képtelenség mindent megmutatni. Bármerre mentünk, mindenhol átgondolt elképzelésekkel találkoztunk. Biogyógyszergyártással például, mert Bhután a növényvilág szempontjából a világ egyik legsokszínűbb országa, hát hol máshol gyártsanak akkor organikus biogyógyszereket, hanem itt. Mindezt látva, nekem állandóan Magyarország járt a fejemben, hogy milyen jó lenne nekünk is ennyire határozottan tudni, hogy merre tartunk, és ebben kompromisszumokat kötve egyetértenünk. A delfínium nevű növényhez a legnehezebb hozzájutnunk. Nagyon szép virága van, de magasan a Himalája sziklás hegyoldalain nő. Emésztés segítő növény, 5000 méternél magasabban található csak meg, viszont ott 7-8 hónapon át hó van, úgyhogy alig marad idő a begyűjtésére. Mivel a sziklás hegyoldalt kedveli, sajnos nem termeszthető. Szóval nem egyszerű. Tehát annyi jut, amennyit a természet ad. Igen. És kik másznak fel oda a virágokért? Megvannak az embereink a magasan termő növények begyűjtésére. De a helybéli közösségeknek is fizetünk a gyógynövényekért. A begyűjtésért? Igen. A különleges fakérgekből és gyógynövényekből több mint 300 féle organikus gyógyszer készül itt, mindegyik a tibeti buddhizmus saját ősi természetgyógyászatát egészíti ki. Ez az úgynevezett tibeti orvoslás, ami 1967 óta Bhutánban az állami egészségügy része. A király ugyanis, tudom, hogy ez most sokaknak nem fog tetszeni Magyarországon, szakítani akart a szintetikus gyógyszerek világával, a nemzetközi gyógyszerlobbival, mert az, ő legalábbis így látta Angliában, a profitját hajszolva abnormális, drága és értelmetlen gyógyszerfogyasztásba kergeti az embereket. Persze vannak itt is klasszikus, európai értelemben vett kórházak és gyógyszerek, de a kisebb betegségekkel természetgyógyászok foglalkoznak. Akupunktúra, étrendváltás, forró kőfürdők, gyógyolajmasszázs, Bhutánban kisebb betegségekre ezek a terápiák. A diagnózis pedig pulzuson keresztül történik, mert a bhutáni orvosok a világon szinte egyedülálló módon nem csak a szív és az érrendszer, hanem az összes többi belső szerv betegségét kitapintják a pulzuson keresztül. Ez a mája, itt tapintom a lépet, ez pedig a vesély. Érzi? Igen, ez a vese. Itt. Itt a gyűrűsúlyon. Ez itt a vesém? Igen. Két vese van, a jobb és a bal. Ez a jobb oldali. Aha. A bal vese megy a jobb kézhez, a jobb pedig a balba. Furcsa, ugye? Kereszteződnek. Az előző esti fűszeres vacsorát egyébként még éreztem a hasamban, úgyhogy gondoltam, ezzel akár tesztelhetném is a pulzus doktort. Az ujjaimon keresztül a gyomromat is meg tudja vizsgálni? A gyomra? Egy kicsit gyenge a lüktetés. Valamit ehettett tegnap este, amivel még küzd a gyomra. Az emésztésnél van a baj. Tehát a pulzusomon keresztül azt érzi, igen, hogy valami nincs rendben a hasamban? Igen. Az lett a vége, hogy átmentünk a doktorral egy másik rendelőbe, rövid akupunktúrás kezelésre. Nem kellett semmilyen gyógyszer, csak néhány apró szúrás aranytűvel a bőrömbe a mellkasomon. Először felmelegítem. Aztán három apró szúrás. Így, így és így. Enyhén és finoman. Ígyni. Oké, like this. Így. Aztán ezt csinálom, kis masszírozás az aranytű hegyénél, ahelyett, hogy mindenféle gyógyszereket venne be. De nem szúrja be a tűt mélyebben? Nem, csak picit. Csak a felszínen. Mert ha mélyebben szúrnám be, akkor megsérteném a bőrben a szöveteket, és az veszélyes. Azt el kell kerülni. Csak megérinti a bőrt? Csak megérintjük. A felmelegített tűvel egy kis érintés, és ez megoldja a problémát. És kész? Igen. Ettől a gyomra jobban fog emészteni.
Javul az emésztés, és nem sokára érezni fogja a megkönnyebbülést. Tudom, hogy furcsa, de tényleg hatott. Úgyhogy amikor aznap délután Ugyen elvitt bhutáni utazásunk utolsó állomására, már rendben volt a gyomrom. Punakába mentünk, az ország régi fővárosába, a bhutáni királyok egykori kolostorpalotájába. A hajdani trónterem ma a buddhista egyetem vezetőjének az irodája. A sarokban még mindig ott áll a nemzeti összboldogság kitalálójának, a jelenlegi királynak a bölcsője, de ezen kívül már semmi sem emlékeztet a régi utánra. Amikor a király évtizedekkel ezelőtt hazatért Angliából és elhatározta, hogy országát kivezeti a középkorból, nos akkor azzal kezdte, hogy a gyönyörű palotából egyetemet csinált. Mert a jövő szempontjából, mondta ő akkor, a tudás a legfontosabb. Ma már, mint hallhatták, még a földművesek is beszélnek angolul, a gyerekek pedig az iskolában népesedés tudományt tanulnak. Mert a király, erről már az egyetem elnöke mesélt nekem, amikor körbevezetett a lenyűgöző épületben, szóval a király a túlnépesedést tartja a mai világ legnagyobb bajának. Így aztán ez külön tantárgy lett Bhutánban. Gondoljanak csak bele, északra Kína 1,3 milliárd lakossal, délre India 1,1 milliárddal. A Bhutánnál csak háromszor nagyobb szomszédos Bangladesben 140 millióan laknak. 140 millióan egy másfél magyarországnyi területen. A túlnépesedés nyomorba dönt. Bhutánban viszont tudják, hányan élnek? Összesen csak 1 millióan. Az elmúlt 15 évben itt 20 évvel nőtt a várható átlag életkor, ilyet sem látott még a világ. Ismerjük el, ezek azért véletlenül nem történhettek volna meg, ehhez koncepció kellett. Ön mire tippel Ugyen? 20 év múlva milyen Bhutánt találunk majd itt, olyat, mint amilyet ma láttunk? Szerintem rendkívül óvatosan megyünk előre, mértékletesen, ügyelve minden polgár boldogságára. Remélhetőleg a megfelelő úton haladunk közösen, kompromisszumokkal, és őfelsége bölcsességének köszönhetően az elkövetkező 20 évben sem számítok sok olyan problémára, amivel a többi ország küszködik. Itt nem lesznek anyagias, irigy, frusztrált emberek és hivalkodó pökhendiek sem. Szóval nem fognak Ferrari-k száguldozni a bhutáni utakon? Egy-kettő talán igen, de kétlem, hogy sokat látnánk belőlük. Ki a boldogabb, ön vagy én? Szerintem mindketten azok vagyunk. Ugyan, ez nagyon udvarias válasz, de... Hát ezek nem mérhető dolgok. Mindenkinek mást jelent a boldogság. Az én meghatározásom nem egyezhet az önével. Mi itt másképp látjuk az életet. De most komolyan... Hát ha önre nézek, nagyon boldognak tűnik. Tudja, ha majd elválnak az útjaink, 10 napot töltöttünk ugye együtt, ön a saját kollégáival marad, én pedig az enyémmel. Biztos rólunk fognak beszélgetni, árulj el, tényleg most őszintén, mit fog mondani? Rengeteg emberrel találkoztam már sok-sok országból, és a magyarokról most az lett a benyomásom, hogy nagyon gyakorlatias, szorgalmas, barátságos, éleslátású emberek, és ez nagyon szimpatikus nekünk. Szerintünk Magyarország biztosan nem rossz ország. Önök magyarok is biztosan nagyon jó emberek. A bhutáni király, a nemzeti összboldogság kitalálója egyébként soha senkinek nem ad interjút, nem lehet meglátogatni őt a palotájában, nem lehet találkozni vele. A jelek szerint ő ettől boldog, hogy békén hagyják.